és színes előadások után nem fogom nyugatkozni az én kicsit szárazabb témám, de remélem, hogy mindenki számára azért elgondolkodható és érdekes előadásom alatt. Az én előadásomnak a címe Múzeum Stadt, Múzeumok számokban. Ebben az előadásban szeretnék örömmel beszámolni önöknek arról, hogy egy mérföldkőhöz érkezett az OMMIK, az a szervezeti egység, amely ezt a konferenciát is szervezte, a mi adatbázisunk online adatokkal elérhetővé vált. Erről az egésznek az előzményéről szeretnék néhány szót szólni, hogy hogyan jutottunk el a mi informatikai rendszerünkből a most az OMMIK honlapján egy Múzeum Stadt nevezetű szolgáltatás elindításáig. Amikor megalakult a mi szervezeti egységünk, akkor feladatot kaptuk, hogy legyen egy olyan informatikai rendszer, ahol a magyar múzeumoknak a különböző adatai egy helyen válnak elérhetővé, ezek pedig a különböző szakmai statisztikai adatok, a működési engedélyeknek az adatai és a szakfelügyeleti jelentések, a szakfelügyeleteknek az adatai. Ez volt a mi feladatunk, és ennek megpróbáltunk eleget tenni. Óriási munka volt ez. 2012-ben kezdtük el ezt a munkát, a rendszernek a kiépítését, és elkezdtük az első adattáblákat, éves adatokat migrálni a rendszerbe. Itt jutottunk el az első problémához, hogy a magyarországi múzeumoknak a statisztikai adatszolgáltatása, hogy úgy fogalmazzak, nem mindig volt kellőképpen megfelelő, és a különböző éveknek az adatait kellett nekünk valahogy egy rendszerbe belerakni. Mit jelent ez? A múzeumok évent jelentenek magukról adatokat, és ez egy borzasztó fontos dolog, mert a döntéshozók, akik nem ismerik ezt a területet, azok a számok alapján, a statisztikák alapján döntenek sokszor az intézmények vagy egy területnek a sorsáról. Éveken át igazából ez a háttér, ez a felelősség, én azt látom, hogy nem volt kellőképpen kihangsúlyozva az intézményekben, és az évek során különbözőképpen jelentettek. Mit jelentenek ezek a dolgok? Ugye van egy múzeumunk, és azt gondoljuk, hogy a múzeum az változatlan, de ez nem igaz. A múzeumnak változhat a neve, a múzeumnak változhat a fenntartója, a múzeumnak változhat akár a szakmai besorolása, és ne adj Isten, még mondjuk átköltözik valahova, akkor még a telephelye is. Az évek folyamán, hogyha különbözőképpen adom meg adott évben az adatokat, akkor nekünk össze kellett ezekből a pászokból rakni azokat az intézményeket, akik ebben a rendszerben benne vannak. Tehát meg kellett teremtenünk az adatkoherenciát az éves statisztikai jelentések között. A következő évben rájöttünk arra, hogy ez mind rendben van, ez egy nagy munka volt, és nagyon megmelegedtük a vállunkat, de ez nem elég. Mert amikor rájöttünk arra, hogy a sok esetben a múzeumok saját magukról nem jó adatokat adnak, akkor nekünk alapul kellett vennünk azokat az alapdokumentumokat, amik nekünk megvoltak, ezek pedig a működési engedélyek. Egy klasszikus példa volt, ami megakadt az embernek a szeme, hogy volt olyan kiállító hely, vagy talán gyűjtemény, ha jól emlékszem, most nem akarom direkt a nevét mondani, amelyiknek benne volt a nevében az, hogy országos, de ő csak egy kiállítója, vagy egy gyűjtemény volt, és országos múzeumnak sorolta be magát. És innentől kezdve nekünk tételesen fel kellett dolgoznunk a működési engedélyeket, tartalmilag is, egyenként is, és gyakorlatilag ezeket a működési engedélyeket az intézményekhez kellett rendelni. De az élet az persze nem olyan egyszerű, egy intézményhez több működési engedély is tartozhat természetesen. Emellett 2013-ban ugyanígy megcsináltuk az éves statisztikai migrálásokat, és a szakfelügyeleti jelentéseket is elkezdtük feltölteni a rendszerben. Ugye 2014-re jutottunk el oda, hogy ugye össze kellett párosítanunk, tehát meg kellett keresnünk meg az adatkoherenciát a statisztikai intézményadatok és a működési engedélyek adatai között. Valamint ugye szembesültünk egy olyan problémával, hogy ugye az elejétől fogva törekedtünk arra, hogy egy adatot a mi rendszerünkben csak egyszer kelljen módosítani, és akkor az a módosítás menjen végig
úgy találtuk ki az egészet, hogy ebből az adatbázisból automatikusan frissülnek a múzeumok elérhetőségi adatai az ombik.hu-ra, ahol bárki számára hozzáférhetőek a legfrissebb intézményi elérhetőségi adatok. Igen ám, de a statisztikában jelentett intézményi adatok azok mindig egy évvel korábbiak. Tehát nekünk ezzel is szembesülni kellene, tehát telefonálgatással, e-mailekkel, e-mailek özönével próbáltuk az intézményeket rávenni arra, hogy nézzék meg az adataikat és javítsák ki az adataikat. De emellett azért úgy gondoltuk, hogy nem állhatunk, vagy nem lehetünk azért ennyire, tehát nagyobbat akartunk, inkább úgy fogalmazok, és arra gondoltunk, hogy ezek mellett, az adatok mellett a nyilvánosan elérhető fejlesztési adatokat is betettük a rendszerbe. A 2004 óta élő operatív programok adatait, tehát ez azt jelentette, hogy a 2004-2006, 2007-2013-as magyar fejlesztési tervekben szerepelő operatív programokban az összes olyan nyertes projekt adata benne van a rendszerben, intézményekhez csatolva, melyek ugye Európai Uniós társfinanszírozású projektek. Az NKA-s pályázatokkal mi most nem foglalkoztunk, mert azok egy kicsit nehezebben hozzáférhető adatok. Tehát ezeket is bele tettük a rendszerbe az éves migránsokkal együtt. És itt jutottunk el gyakorlatilag 2015-ig, amikor azt mondtuk, hogy már annyira sok adat van ebben a rendszerben, annyira sokat dolgoztunk, és annyira hiányzik egy olyan felület Magyarországon, ahol a kollégák, a döntéshozók, vagy akár az átlag felhasználók, vagy akár a külföldiek is valamilyen szinten képet kaphatnak a magyarországi múzeumokról, akár csak számokon, statisztikai adatokon keresztül is, és elkezdtük kiépíteni azt a szolgáltatást, ami igazán elindult most, de teljes egészében évvégéig fogjuk tudni feltölteni ezt a rendszer, de most már egy olyan bemutatható állapotot tudok önöknek prezentálni, ami szerintem magáért fog beszélni, én legalábbis úgy gondolom. Arra törekedtünk, hogy ebben a szolgáltatásban a lehető legérdekesebben, a lehető leglátványosabban vizuális formában jelenítsük meg az adatokat, és ez az kellett, hogy a rendelkezésre álló összes cím, ugye intézményi cím, ingatlan adatnak a GPS rekordjait bevittük a rendszerbe, és ezáltal egy Google Map-ben teljesen jól kirajzolódhatnak ezek az adatok, erre fogok majd példát mutatni. Tehát 2015-ben ezt a munkát végeztük el. Most akkor szeretném bemutatni, hogy magában a rendszerben gyakorlatilag, amiről eddig beszéltem, milyen típusú adatok és mennyi van, csak hogy lássák azt, hogy miből indultunk ki. Ugye először is 2003 és 2013 között 1107 múzeális intézmény éves statisztika adata van. Ez azért van így, azért van sokkal több benne, mert vannak olyan múzeumok, amelyek már megszűntek, olyan múzeális intézmények, amelyek már megszűntek, vannak, amelyek átalakultak, és ezért van igazából ez a nagy szám. Feldolgoztuk a működési engedélyeket, 1996-ban a működési engedély tartalmi feldolgozása történt meg, a legkorábbi direkt az előadás kedvéért megnéztem, 1972. december 1-i dátum a legkorábbi működési engedély, ami csatolt PDF formában is természetesen fel van a rendszerbe, a legutolsó pedig a 2005. 5.-8-ai. 100 darab alapító okiratot dolgoztunk fel 2009 és 2014 között. Ezek az alapító okiratok szintén nyilvánosan, most már a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthetőek. Ez azért volt fontos számunkra, mert a működési engedélyekben ugye azokat az információkat találjuk meg, hogy egy múzeumnak ki a fenntartója, mi a szakmai besorolása, mi a neve, címe, stb. Az alapító okirat azonban az egész intézményi hálót bemutatja nekünk, az összes ingatlanokkal, telephelyekkel, raktárépületekkel, ezek minden benne vannak, ezek az információk az alapító okiratokban.
Így ezekből az alapító keratokból 1330 ingatlan a GPS koordinátait ingatlan tettünk be, mégpedig a kapcsolatok meghatározásával együtt, tehát hogy most telephelye annak az adott intézmények, tagintézménye az adott intézménynek, vagy egy restaurátor műhely van ott, vagy csak egy kiállítóhely, stb. Ebből a rendszerből, ahogy mondtam, most 759 muzeális intézmény, magyar muzeális intézmény alapadata van az opik.hu oldalon, tehát ez az elérhetőségek menüpont alatt megtalálható, az a vezető nevével. Nagyon szeretném kérni, hogyha a kollégák megnézik a saját intézményüket, és olyan információ maradt, ami már elavult, akkor jelezik nekünk, és azonnal javítjuk. És az omik.hu az naponta frissül a mi adatbázisunk alapján. 2004 és 2013 között 50 pályázati kiírásnak 295 darab fejlesztési projektje található ebben az adatbázisban, valamint ebben vezetjük intézményekhez hozzá rendelve a nálunk kiadott leltárkönyveket is, tehát hogy ki milyen leltárkönyvet kért az omik.hu-tól. És amiről még nem beszéltem, hogy nagyon fontosnak tartottuk azt, hogyha már készülve arra, hogy a szakmai, a múzeumi statisztikai adatokat megmutatjuk a nagy közönségnek, akkor ezek az adatokat kontextusba kell helyezni. Mi ezt gondoljuk, azt gondoljuk, ez a helyes. Ezért minden településnek az éves statisztikai adatait beletettük 2008-tól 2013-ig, mégpedig azért, mert nem mindegy, hogy az adott intézmény milyen településen működik. Egy fejlődő, egy prosperáló településen, vagy egy leszakadó településen, és ezt különböző statisztikai adatokból abszolút jól lehet látni. Melyek azok, ugye? Amiket mi hozzávettük a különböző a településekhez. A népességi adatok, tehát ugye ebből benne vannak a demográfiai adatok, hogy mennyi a gyerek, a fiatalok aránya, az idősek aránya, akkor milyen a népmozgás például, tehát mennyi az elvándorlás és az odavándorlás, mennyire vonzó a település. Aztán az önkormányzati költségvetési adatok. Sajnos meg kell mondanom, hogy 2012 után nem nagyon találtunk ilyen adatot, úgyhogy most a nyilvános statisztikai szolgáltatásban ezt nem vettük vele. Nem tudjuk, hogy a KSH miért nem teszi fel ezeket az adatokat. Nagyon fontosak az idegenforgalmi adatok, ugye egy adott településen. Mennyi turista jön? Mennyi a látogatók száma, a vendégészakáknak a száma, a külföldiek száma? Milyen a munkanélküliség? Milyen az oktatási rendszer? Hány oktatási és milyen oktatási intézmény van az adott településen? Milyenek a vállalkozási adatok? És milyen a környezeti fenntarthatósági paraméterek vannak? Ezeket tettünk bele. És emellett kidolgoztunk egy olyan szakfelügyeleti modult, ahol 683 szakfelügyeleti jelentést tettünk fel, de nem csak egy adatbázis formájában, hanem ez egy konkrét ügyviteli rendszert is jelent, és a szakfelügyelők ide feltölthetik a saját szakfelügyeleti vizsgálati jelentéseiket, és ezen ügyviteli rendszeren keresztül lehet nyomon követni, hogy az adott vizsgálat éppen hol tart, a szakfelügyelőnek a felettese, a vezető szakfelügyelő elfogadta a jelentést, és gyakorlatilag ez az egész elektronikusan támogatható. Tehát ez a mi rendszerünk, és ebből ugye itt alul látszik a szlájdon, hogy ugye ott van az omik informatikai rendszere, és ebből építettük fel a múzeumstatot, ami egy különálló adatbázis. A mi rendszerünk az egy nagyon szigorúan elszeparált rendszer, kintről nagyon nehezen hozzáférhető, nagyon komoly biztonsági pajzs van gyakorlatilag a rendszeren. Naponta kerülnek az online elérhető külön kiépített adatbázisban az adatok, tehát a naponta adatfrissítés van. És mivel, ahogy jeleztem, problémák vannak a statisztikai intézményi adatokkal, ezért ide a felületre már a működési engedélyek által korrigált statisztikai intézmény adatok kerülnek fel, valamint az elérhetőségnél pedig a honlap intézményadatai. Sietek.
Ugye lehet látni, hogy egyedi IP cím és portalapú azonosítással egy ilyen titkosított kommunikációs protokollal megy, és mennek fel az adatok. A múzeum startból pedig visszakerülnek a rendszerbe a keresési statisztikák, tehát az, hogy a látogatók, amikor majd elkezdik a felhasználók nézni, akkor gyakorlatilag mi az, ami igazából érdekli őket. Ugye akkor benne vannak a múzeumi statisztikadatok, a múzeumi elérhetőségek, a múzeumi ingatlanadatok, a környezeti statisztikadatok és a fejlesztési adatok. Mivel elég kevés az időm, még egy percet szeretnék pluszban kérni, mégpedig azért, hogy gyorsan elmondom azt, hogy most gyakorlatilag hol tartunk. Intézményi adat összesít és megyei és országos adatlapok találhatóak. Mindjárt megmutatom, hogy ezek hogy néznek ki, de remélem, hogy a kedves konferencia részvevői majd egyénileg fognak barangolni ezen a honlapon. Én bátorítom őket erre. Az éves szakmai statisztikáknak egy bizonyos szintjéig jutottunk el, de nagyon-nagyon sok rétű ez a datállomány, tehát a teljes adatstruktúra az mondom évvégéig várható. A települési adatlapoknál szintén így van. Ami újdonság, mindenféleképpen meg szeretném mutatni, hogy az intézményi hálózattal kapcsolatban egy gráfos megjelenítést van az adatlapon, tehát lehet látni vizuálisan, hogy néz ki egy-egy intézmény, hány csatolt része van. És a különböző szakmai adatcsoportok, most először a látogatottság adatokat, mi feldobtuk egy Google térképen, mert szerettük volna azt megnézni, hogy a különböző években, az éves statisztikákban melyik múzeum, melyik területnél milyenek a látogatottságok, és ez úgy fog kinézni, hogyha kicsit belemegyünk ebbe a Magyarország térképben, akkor hogyha nagyobb kört látnak, akkor ott többen voltak, ha kisebb kört látnak, akkor abban az évben ott kevesebb volt a látogatottság. És most dolgozunk azon, hogy ez egy teljesen új modul lesz, ahol maguk a fejlesztési adatok is ott lesznek. Az, hogy melyik múzeum, mikor, milyen pályázattal, milyen projekttel, mennyi támogatást kapott konkrétan forintosítva. És a szolgáltatást nézünk magyar és angol nyelvű, mert azt gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy a külföldi is egy képet kapjon erről az egészről. És most csak egy röviden szeretném bemutatni, amiről beszéltem, a felületet. Ugye van egy keresőm, a keresőben itt van az összes intézmény, lehet keresni névre, székhelyre, stb. Amit én meg szeretnék mutatni, az összesítések megyei szinten vannak, most bármelyikre rákattinthatok, és ugye itt vannak gyakorlatilag intézmény is, most megyei szinten ezek a vizualizált adatok gyakorlatilag, és hogyha akarom, akkor mondjuk kivehetem bármit, bármelyiket, és akkor úgy fogom látni az adatokat vizualizálva. Azt gondoltuk, hogy ez egy borzasztó fontos dolog. Alkalmazottak száma, gyűjteményi adatok, kiállítási adatok, programadatok, stb. És nagyon fontos, hogy ezeket minden lehet tölteni, tehát gyakorlatilag táblázatos formában is itt vannak. Amiről beszéltem, az intézményi hálózat, ez az igazából egy elég komoly dolog, pillanat csak még betölt, itt van. Most egyelőre úgy néz ki, olyan furcsán néz ki ez az egész. Ugye, ezek az intézményi gráfok gyakorlatilag, és akkor azt lehet mondani, hogy bármelyiket kiválasztom, mit tudom én, rámegyek ide, akkor ugye kijön, hogy mondjuk Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Központi Egység, és itt vannak az intézmények. Ha rákattintottam alatta természetesen, meg tudom jelenteni az intézmény adatlapot is. Ezek össze vannak kötve, valamint az intézmény adatlapnál ott vannak maguk a, ugye ez Győrben van, akkor Győrnek a különböző éves statisztikai adatai. Tehát itt kapcsoltuk össze. És az utolsó, amit szeretnék megmutatni, amiről beszéltem, hogy a látogatottság adatokkal indultunk, és ezt többféle adat, szakmai adat típusai szeretném kiterjeszteni, pillanat, mindjárt betölti. Ez pedig a Google térképre kivetített adatok. Hozzá kell tenni, hogy ilyen mindegyik ugye paralelben angol és magyar természetesen. Tehát itt vannak az intézmények, itt lehet látni őket, amire utaltam. Itt vannak az éves statisztikák.
elkezdték a jatok, és ezek, amit látszanak, ilyen kis pöttyöcskék, nem tudom mennyire látszik, csak én mutatom itt a kózorral, majd úgyis meg fogják nézni remélhetőleg, akkor ugye ez a 2004-es adat, és hogyha akarom, akkor a 2011-es jön be, ott egy kicsit máshogy vannak, és természetesen ezeket lehet zoomolni, ezeket az adatokat. Mondjuk azt mondom, hogy itt van például, jövök ide le, Eger, ugye az mindig az, mi tudjuk, hogy ott mindig nagyon sok a látogató. Tízesnek lehet itt szörfölgetni ezek között, és meg lehet nézni azt, hogy adott évben, egy vizualizált formában, hogy néznek ki ezek az adatok. Tehát én azt gondolom, hogy most eljutottunk egy olyan szintre, ami már igazából vállalható, én legalábbis azt gondolom, és nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és látogassunk el az OMIC honlapra a múzeum stat szolgáltatására. Köszönöm szépen a figyelmet!